Sziasztok! Ma ismét egy főzős videóval jelentkezem. Most egy diétás receptet fogok bemutatni nektek. Ugye az elhízás fő okozója a szénhidrát, ezért most egy ilyen szénhidrát csökkentett hamburgert fogok főzni. Kezdjük is! Először is kell egy adag húsbogácsa a Pennyből. Nagyon finom, nagyon szeretem. Aztán szükséges még zsemle! Elég egy, mert ha többet ennénk, akkor elhíznánk. A zsemlét felvágjuk, azután zsiradékos serpenyőbe beletesszük, hadd piruljon. Miután megpirult, félretesszük, és elkezdjük sütni a húspogácsákat. Ezeknek a 65%-a marhahús, ami elég jó arány. A maradék 35% az nem tudom mi, de szerintem jobb is. 5 percet várni kell, utána ha letelt megfordítjuk. És kivesszük, sajnos nem fért bele egyszerre mind az 5, de másodjára sikerült. Ezután meghintjük egy csepp ketchuppal. És óvatosan ráhelyezzük a marhahúst. Ráhelyezzük az alját, aztán az egészet megfordítjuk. Már most nagyon jól néz ki. Na de várjátok, mert milyen lesz közelről. Nagyon finom, nagyon szeretem. Jó étvágyat! Kicsit azért még forró, de egyáltalán nem rossz. A továbbiakban nem épp hercegnő módjára eszek, úgyhogy ha téged ez zavar, akkor örülök, hogy eddig velem tartottál. Akit pedig nem zavar, az nézze tovább.
Nagyon finom volt, nagyon szerettem. Hogyha tetszett, akkor iratkozz fel, írd meg kommentbe, hogy még milyen videókat szeretnél látni, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!